Sziasztok! Szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Ismét itt vagyok, és egy új játékot fogunk megnézni, mégpedig a Terra Nailed, ha minden jól megy, és működik. Úgyhogy kicsit stratégiázunk, meg menedzsmentezünk, meg nem is tudom, hogy pontosan mi ez. De a lényeg, hogy egy olyan játékról, olyan játék következik, ahol egy ilyen, hát ilyen wastelandet kell visszaalakítani természetes élőhelyé. Most itt tömören, legalábbis amit olvastam róla, aztán majd kiderül persze, és hát ez a téma eléggé közel áll hozzá, mert sok helyen ezt tanultam, ugye konzerváció biológiát, meg ilyesmit, úgyhogy kíváncsi vagyok nagyon, hogy hogy milyen is ez a játék. Sziasztok, szép estét! 50 keksz az rengeteg, annyi a senkinek nincs. Oké, na. Reméljük, hogy minden működik. A webkamera most úgy néz ki, hogy kettő van. Ez az egyik, amit láttok. Ha ez azt mondja, hogy köszönöm, akkor megy a másik. Reméljük, hogy nem fogja. Átlátsz a pólom? Érdekes. Hát... Na mindegy. Nézzük is meg. Én elindítom. Hiába. Tehát a Nvidia Broadcast mögött Deep Learning algoritmus van. Csodát ne várjunk tőle. Az sose lesz 100%. Na, itt van a játék. Most már van hangja is. Ha hangos vagy halk, szóljatok. English. Még egész sok nyelv van, magyar nyilván nincs. Oké. Okay. Profile 1, 0%. A New Restoration. Opcióba benézünk. Azt, na mondjuk ezt nem tudtam, hogy open source. Ó, és MIT licences. A kedvencem. Vagy lehet, hogy csak a... Na mindegy. Mondjuk MIT... Whatever. Lehet, hogy ez maga a játék nem open source, csak a... Na mindegy. Így van a... Hát... Ugye van a... Hagyományos angol, meg a simplified angol. Így van. Oké. Okay. Preset ecologist. What? Kertész, ökológus, környezetmérnök. Ez a nehézségi szint. De jó. Hát. Jelen helyzetemben én... Még kertésznek is soknak gondolnám magam nevezni. Hát, menjen egy ökológus. Zen mód. Mi a különbség a kettő között? Recycling when out of resources, contextual hints. Menjen az ökológus. Az... Igen, ja. Jó. Oké, vidinyó. Ennél többet nem kell, ha... Tehát egy videójátékban ennyit kell tudni állítani. Minden más, az csak fényűzés. Felbontás, full screen, vSync. Ennyi. Audio. Hát zenét kicsit már lehalkítom szerintem. De ezt majd mi menet közben fogjuk. Mi ez a sok gomb? Én ezt a játékot két gombbal fogom játszani, a bal és a jobb egér gomb. Apply. New Restoration. Na! Mehet. Generating Map.
Ez egy tölgyfa. A levélről már most megmondom. Ecosystem Restoration. Na. Arra nem volt, hogy olvasni is kell. Oké, okay, tehát ez egy guide. Igen, tehát ez ebben írja le, hogy hogyan állítsuk vissza a környezetet. Amit egyébként rekultivációnak hívunk. Azt mondja, a folyamat nem mindig könnyű. Nem mindig könnyű, azt mondja. Oké. Jó, tehát itt a különböző növényzet és hát flóra és fauna, ugye a növények, állatok. Ról lesz szó. Blueprints of Machines, tehát különböző gépek. Oké. Okay. Azt mondja, hogy ha sikeres vagy, akkor ez a könyv nem kell majd neked, tehát nem lesz már a szükséged. Add tovább valakinek. Good luck. Thanks. Oké. Okay. Select your approach. Ó, oh, jó, itt is megint ki lehet választani. Not recommended for a first playthrough. Recommended for players with strategy game experience. Hát olyanunk van. Valamennyi. Jó, mindegy, át lehet állítani. Oké. Okay. Na. Moving your mouse cursor to the AOE, okay. Press and hold, okay, ez is nagyon jó. És a vasdal is tudunk menni, az is nagyon jó. És tudunk görgetni. Na, provide electricity. Kell egy turbina. Minek? Oké. Okay. És akkor ezt ilyen kőre tudjuk letenni. Jó. Ó, oh, hogy most már van áramunk, akkor meg tudjuk tisztítani a talajt. Toxin scrubbers. Oké, okay. Na ez itt egy toxin scrubber. Oké, okay. Tehát a talajból, tehát a talaj tisztítja meg, hogy újra termő legyen. És akkor itt van, hogy mit, tehát nyilván talajt, hát igen, tisztítja a talajt. Na, wastelandből csinál talajt. Áramkő neki. Oké, okay, ez mi? Ah, jó, és akkor itt lesz majd leírás. Oké. Okay. Jó, ezt még nem spoilerezem le, majd megnézzük később. Oké. Okay. Ó, és akkor ennyi volt, és már tiszta a talaj. Nagyon jó. Oké, okay, és akkor... Jó. Itt van egy irrigator. Hát egy öntöző tulajdonképpen. Jó, és az miért jó? Várjátok, mi van? Oké, okay, tehát a... Kell a termőtalaj, ami ugye a növényekhez kell.
Oké, tehát három, hát Irrigator, meg nem mondom, hogy mi annak a becsületes neve. A Boker 3-at. Hú, de fura, várjátok. Irrigátor. Jó. Oké, egyet leteszünk ide. Pif. Ez be is öntözte. Oké, teszünk egyet ide. Na akkor ide. És akkor így be kell forgatni, hogy jó legyen. Na, most már minden zöld. Jó, és akkor a kézikönyvben van, hát öntözőgép, csak... Oké. Increase your landscape greenery. Na, várjunk. Tehát kell... Oké. Tehát ezt kéne teljesen feltölteni. Ez meg a resource. Érdekes. Hogy kéne ezt? Hát akkor ide kéne gondolom áram. Ugye a Toxin Scrubberöknek. Hogy fogjuk mi ezt lefedni rendesen? Hát mindegy, tegyünk egyet ide. Hát igen, csak ott most ugye átfedés van. Ami nem túl szerencsés, hát mindegy. Jó, és akkor... Tegyünk még ide is. Aha, és akkor itt van a resource, és ez csökken, ahogy teszem lefelé a cuccokat. Ezt mondjuk pont nem jó helyre tettem, mert itt akkor nem lesz. Na mindegy. Oké. És akkor most fölment 30%-ra. Ó, és akkor megnyílik a... És kezdődik a játék. Amúgy. Jó. A tutoriálon túl vagyunk. Jó nagy map van egyébként. Reclaim more greenery. Jó, akkor kell további fű. Tehát ilyen rét tulajdonképpen. Először tegyünk szerintem áramot, meg ilyen talaj tisztítót. Sose lesz tökéletes fedés, de megoldjuk, hogy minél jobb legyen. Oké. Ez egy picit közel, ezt túl közel raktam szerintem ide az áramforráshoz, de mindegy, még hova raktam volna.
Hát nem oda kellett volna az áramforrás, hanem ide. Na mindegy. Oké. Nem tudom odébb tenni. Van ilyen undo. De csak egyet tudok. Tehát egyet tudok csak visszalépni. Nem baj, jó lesz így. Na és akkor most kéne öntöző. Ó. Na, és akkor ezzel pedig folyómedreket tudunk feltölteni vízzel. Mindjárt megnézzük ezt is, csak akkor még ezeket befejezzük itt. Ugye legyen szépen beöntözve. Nem szépen csinálom. Oké. Jó, és akkor mondja, hogy azt mondja, hogy a range az a magassággal, minél magasabbra tesszük annál. Aha, de gondolom. What? Miért csak oda tudom tenni? Miért csak ezekre a helyekre tudom tenni? Vajon? Aha, hát igen, mondjuk, ja, ott van range-be, de tehát csak a riverbed-be tudom beletenni. Ami make sense persze. És ugye áram kell neki. Na és akkor mi van, ha ide teszem? Akkor mi történik? Hát oda nem tudom tenni. Igen, áram kell neki, akkor az fix. Tehát azért, tehát kell, hogy a közelben legyen egy szélkerék. Ezt az elevation nem értem. Range is extended by elevation. Hát ez remek. Na mindegy, tegyünk le egyet. Mondjuk ide. Okay. És akkor ugye a folyópart ki zöldül. Jó, kaptunk még egy cuccot. Calcifier. Ó, oh, ez meg sziklát. Sziklát csinál a fűből. Oké. Okay. Jó, hát ez tulajdonképpen egy kút. Akkor. Most nagyon egyszerűen. Jó. Na, menjünk tovább. Szerintem. Próbáljunk meg tovább javítgatni itt a talajt, meg ezeket. Hát, resource van. Bár azért nem annyira őrülten sok.
Hát most ide lerakhatnék egyet, de nem tudom, hogy van-e értelme. Mindegy. Jó, és akkor ide még rakunk egy ilyet. Hát... Hogy kéne? Azt akarom, hogy itt lent teljesen lefedje. És akkor lehet, hogy... Hát igen, ide rakjuk. És akkor itt kizöldül a part. Oké. Akkor ide kéne egy öntöző. Öntözzük a folyót is, semmi baj. Hát nem optimális ez így, na, maradjunk annyiba, de mindegy. Semminél jobb. Oké. Jó, és akkor most mehetnénk tovább. Hát lehet, hogy ezt a részt kéne akkor... Hát ja, szerintem ide kéne tenni. És akkor innen tudunk. Hát ott ki fog maradni egy kicsi. Az a fene, egye meg. Na jó, hogyha marad még resource-unk, akkor teszünk ide is egy szélkereket. Oké. Jó. Na és akkor öntözni kéne. Kaptunk még egy cuccot. Exkavátor. Creates a new riverbed, tehát... Folyómedret ás, hát exkavátor. De megmérgezi körülötte a talajt. Na jó, hát van ilyenünk, nagyon jó. Nem tudom, hogy... Igen, hát adott esetben lehet, hogy majd kellhet. Csináljunk folyómedret. Most egyelőre még nem látom. Menjünk tovább, én azt mondom. És teszünk egy szélkereket. Nem biztos, hogy optimális így, ahogy csinálom. Hát mindegy, így sikerül. Oké. Nagyon fogynak a... Fogy itt a resource, sajnos. Ahol már 94%-on vagyunk. Az nagyon jó. Hmm.
Jó, és szerintem még egyet, igen, még egyet leteszünk, és meg is lesz a 100%. Szuper. Oké. Ha túlérjük a harmadik világháborút, akkor hasznos lesz. Nem fogjuk. De mindegy, biztos jó lesz. Ja. Egyébként mondom, ilyesmiket tanultam, mondjuk nyilván nem így működik azért ez, de ja, van lehetőség ilyen tényleg nagyon tönkretett területeket valamelyes visszaállítani. Na, és akkor igen, növeljük a diverzitást, további növények kellenek. Jó. Tehát rétek, vizes élőhelyek és erdők. És kell figyelni a klímára is. Aha. Oké. Ez mi? Oké, különböző építmények. Állatok. Oké. Csomó undiscovered. Jó, gondolom ezek itt a célok. Próbálom fölfogni. Régiók. Erre itt állatok vannak. Épületek. Állatok. Ez már a tartalmédzik. Jó. Szuper. Na. Kaptunk egy csomó új dolgot. Jó, és ezt még ki se próbáltuk. Mondjuk nem tudom, hogy ez miért érdekes, hogy lesznek szikláink, de majd... jó, mondjuk annyiból érdekes lehet, hogy arra tudunk építeni kereket. Oké. Okay. Jó. Na. Mik vannak itt? Hidroponium. Creates wetland. Tehát vizes élőhelyeket készít. Irrigator. Near water and low ground. Jaj, hogy irrigatorre kell... Oh. Jó, de akkor erre például miért nem tudom, csak erre? Ja, mert near water. Must be build on an irrigator near water? Jó, ne csak olvas, hanem értsd is, amit olvasol. Oké. Okay. Plusz 57, ez nem valami sok. Ez plusz 90. Hát, tegyük rá erre. Na. Ó, menő amúgy. Nice. Oké. Okay. Jó, ez... Beehive. Tehát egy mékas. Jó, hát ugye ez termékenyít... Ó. Madarak is megjelentek. Hát igen. A vizes élőhely az mindig vonza a madarakat. Oké, okay, na egy beehive. Azt mondja, hogy resources finbos, tehát ilyen virágos rétek. És erdő kell neki. Hát gondolom fa. Tehát mondjuk erre rá tudom tenni. Így van.
És akkor ilyen virágos rétünk van. Hát igen, ilyen... cserjé is inkább azt mondanám. Oké, és mi a harmadik? Solar Amplifier. Ó, oké. És itt le tudom szedni, hogyha valamit elrontok. Tehát ezzel tudom törölni. És ezzel tudom újra kezdeni a dolgot. Oké. Jó. Mi? Jó, várj, nem. Nem, ez csak fölgyújtja az izét. És akkor lesz ilyen esi ties. De ez miért kéne nekem olyat csinálni? Hát le kell égetni. De miért kéne... miért kell leégetni? Controlled burn. De gondolom újra nő, nem? Na várjatok, hát próbáljuk ki, mindegy amúgy. Oké. Hát igen, mondjuk... oké, néha persze, ez tényleg való igaz, hogy ezek a rétek meg ilyenek néha úgy... meg erdők is, hogy leégnek. De... tehát ez nem feltétlenül ettől lesz táptalaja. Hát jó, mondjuk a semmiből valahogy... na mindegy. Ez fura egy kicsit, mert egyébként nem kellene. Nézzük, hogy működik. Hát jó, leégett minden. Az biztos. Oké. És akkor most? Ó, oké. Tehát... ennek kell ez a hamu, mert ez most ilyen hamu. Tehát... vagy hát ilyen leégett, igen. És erdőket csak erre tudunk telepíteni. Hát igen, de kicsit úgy lehet valóban kontrolláltabban kellett volna, de nem baj. Dobunk rá erdőt. Oké. Hát beerdősítjük. Mást ide nem tudunk úgyse tenni. Most már... így alakult, hogy mindent leégettünk. Oké. Hát az, akkor a forest megvan. Jó, kéne még wetland. Erdőnk van. Aránylag menőn is néz ki. Jó, akkor wetland kéne. Az valószínű, hogy terjeszkednünk kéne. Bár mondjuk... hát... hova lenne szerencsés? Az a baj, hogy ha erre teszem rá... ez hát viszonylag kicsi. Ez meg még kisebb. Úgyhogy akkor lehet, hogy csak kéne egy kicsit terjeszkedni, mondjuk. Hát ebbe az irányba, és akkor ide valahol csinál... tehát, hogy ide letennénk egy wetlandet.
És végül is van egy csomó resource-unk, szóval... Kéne ide így. Pont nem jó, nem fog elérni oda. De így, itt elér a víz. Oké. Kell öntözés. Na most az a kérdés, hogy ezt az irrigátort jó helyre tettem-e? Igen, de ez is nagyon kicsi lesz. Hát mondjuk ez valamennyivel nagyobb. Hát... Igen, ennek nem sok értelme ide rakni. Na várjatok. Oké. Hát, ha ott jobb lesz. De oda meg nem tudom letenni. Ja, mert messze van a folyót. Ide kellett volna tenni valahova ezt. Na mindegy. Tegyük le ide. Szerintem. Meglátjuk. Ja, ez viszonylag nagy. Jó. Oké. És még mindig kell 12. 11 wetland. Itt írja, hogy 11 táj kéne. Hát jó. Ez nem olyan sok. Na, hogyan is állunk? Kéne Research Center. Hát az nagyon kell. Reduces the cost of some buildings. Olcsóbb lesz a épület. És lehetővé teszi, hogy megváltoztassuk a terület klímáját. Ami amúgy nem annyira jó ötlet általában, csak úgy mondanám. Ugye a leégetett talajt a talajjavító helyre hozza? Hát nézzük meg. Itt van ilyen leégetett talaj. Igen. Jaja. Itt rendbe tette. Kösz a tippet. Amúgy. Működik. Jó, na, építsünk kutatóközpontot, mert az anélkül nem élet az élet. Tegyük fel ide a dombra. Oké. Okay. Now that you learn the basics. Oké, okay, tehát az alapok megvannak. Oké, okay, tehát a klíma. Oké, okay, tehát a páratartalmat akarja manipulálni. Egyelőre. Climate thresholds. Oké. Okay. Tehát elérünk bizonyos
határokat, akkor annak komoly következményei lesznek. Igen. Azt mondja, hogy... Hú, várjatok. Oké. Oké, tehát itt vannak különböző célok. Ó, értem. Jó, tehát itt van a páratartalom, ami jelenleg 36%, csak ez a nyíl, ez nincs jó helyen. Mindegy, ez a páratartalom, és akkor hogy mire van hatással, ugye a vadvirágokra, vonuló madarakra, gombákra és egyebekre. És itt, hogy... Aha, tehát hogyha növeljük a páratartalmat, igen, akkor lesz gomba az erdőben, és egyebek. Meg lesz eső. És akkor azt mondja, hogy ez ilyen opcionális cél. Oké. Oké, és igen, tehát a páratartalom hatása van a épületek működésére is. Már azon épületek működésére, ami növényzetet termel. Oké. Cloud Seeder. Oké. Jó, tehát fontos, hogy a klímát szabályozzuk. Hát, én még mindig szkeptikus vagyok egy kicsit ezzel kapcsolatban, de hát legyen. Na, hát tegyünk le egy ilyet. Provides humidity, áram kell hozzá, meg kő. És akkor ott a jobb felső sarokba írja, hogy mennyivel fog nőni a páratartalom. Ha letesszük. Hát föl megy 53%-ra, ha ide. 46, ha ide. 41. Hát... 41. És látom, hogy a vizes élőhelyek kellenek neki. GMO algával nyomták? Aha. Hát amúgy alapvetően igen. Mondjuk az alga az oxigént is. Hát még attól függ, milyen alga, de az is termel. Jó, hát ezt akkor ide tesszük le. És akkor most már van gomba az erdőben. Ugye az ilyen opcionális céloknál ez megvan. Jó, és hát igen, ezzel folyamatosan tudjuk növelni a páratartalmat. Hát igen, de csak tényleg csak a vizes élőhelyek. Ami logikus. Hogy vizes élőhely kell neki. És akkor ez így nyomatja a felhőt. Okay. No. Hát akkor nyomasszuk tovább. Milyen gólok vannak még itt? Azt mondja, hogy vizes élőhely, meg rét. Tehát itt még... Jó, hogy ez 1%-on van? Tehát sehol nincs, magyarul. Hát igen, mert fölégettük az egészet. Jó, na mindegy, az erdő megvan, akkor még kell egy kicsi vizes élőhely, az nem sok. Igen, ezzel meg is lesz. Oké. És akkor még rét kellene. Jó, hát akkor szerintem azt csináljuk, hogy ezt beöntözzük.
kő nem nagyon van a közelbe, szóval... Itt ezt nem fogom tudni szerintem lefedni, de nem baj. Beöntözzük, amennyire tudjuk. Tudok követ csinálni. De csak folyóparton, nem? De ez a Calcifierrel. Amit... Te csak folyópartra tudok letenni. Az a baj. A folyóba, konkrétan. Ugye, hát mondjuk excavátorra meg tudok folyót csinálni. Na, ha szükség lesz rá, megcsináljuk. Most még várjunk egy kicsit vele. Jó, akkor ide kéne csinálnunk réteket, amihez kéne beehive. Ajjajjajj. Rossz érzésem van ezzel kapcsolatban. Ne, valamin itt nem adja ki. Tehát lehet, hogy ide kellett volna folyót csinálni, vizes élőhelyet. Hol van még fa? Itt van fa. Na, akkor itt még kéne egy kicsit. De itt sincs több kő. Ah, még itt van. Jó. Akkor nyomunk ide is egyet. Hát, necces lesz, de remélem, hogy elég lesz. Igen, ez túl nagy lett szerintem ez az erdő. Hát 110% mondjuk annyira nem vészes. Oké. Hát mindegy, ezt még beöntözzük. Hát ezek még ide egy beehive volt. Á, nem lesz elég pont. A fene egye meg. Mondjuk ide még valóban mehet. Jó, és akkor elvileg meg is van. Na jó, szuper. Oké, na, a növényzet megvan, a klíma megvan, ott majd még azon gate rate mate, köszönöm. Azon még tudunk majd javítani, csak hogy a optional gólok is meglegyenek. Construct an airship. As you remove your presence. Igen, ez egy nagyon illedelmes embrit, hogy please remove your presence. Jó, és akkor állatvilágot kéne valahogy betelepíteni. Ok.
Na, itt az airship. Hát... Ide miért nem tudom letenni? Mert nincsen... Igen. Nem, izé kell hozzá ilyen recycled material, ahogy látom. Construction of airship with materials recycled from... What? Ó! Oh. Tehát vizes élőhelyre kell. De fura. Mondjuk ide is el tudom. Víz mellé kell, akkor oké. Okay. Ezt letettük. Recycling. Siló. Na jó, még ezzel várjunk egy kicsit. Tudunk-e esetleg még ezen a helyzeten javítani? Páratartalmat kéne fölnyomni. Na, hogy tudnánk ezt? Oké, ez föntem nyomja, de nem nagyon. Vizes élőhely kéne. Jó. Hát valamennyivel föntebb megy. Oké. 71. Esik. Csak mondom. Oké. Több vizes élőhely kellene. Hogy kéne. Na ez menő. A víz itt segít nekünk. Oké. Menő. De még mindig kéne vizes éveik, tehát 90%. Jó, hát valószínű hívnunk kell az exkavátort. Szerintem nincs mese. Esetleg... Várjatok, ezt nem lehet most. Aha, ez mondjuk át tudná vizes élőhelyi alakítani. Exkaváljunk, mi legyen. Ez nem az, de ez az. Igen, itt egy kicsit tervezgetni kell most, hogy hogy lenne jó. Ugye esetleg itt lehetne. Tudom, hogy ez hogy működik. Jó. És akkor erre rá tudunk rakni most már egy ilyet. Igen, és akkor most kéne még szikla, amire rátesszük a felhőgyárat. Ez... Érdekes, hogy itt most megillett vizes élőhely, de... Mintha nem adta volna hozzá a százalékot. Hát felhőgyár. Oké. Okay.
Hát esetleg. Ide leteszünk egy ilyen classifier-t. Akkor ide tudunk tenni egy ilyet. Nem, mert nincs áram, bassza meg. Vissza. Na, erre még rá tudnánk kötni. És mondjuk így. Hát igen, nem olyan egyszerű ez. Ah, hogy kéne. Jó, ide még tudunk kötni cuccot. Mondjuk itt van egy Cloud Seeder. Én felhőgyárnak fogom hívni. Ennyi. Mondjuk esetleg ide tudnánk rakni. Too close. Ja, igen, mert itt van. Oké, itt is van egy. Jobb felül van egy irrigátor folyóparton. True. Még ezt az irrigátort még nem tudom átalakítani, mert magasan van. Á, 79%-ra vinni ez föl. Mondjuk ez is. Hát igen, lehet, hogy ide kéne még valahova egy. Hogy tudnánk ide vizes élőhelyet? Hát ezzel messzire nem megyünk. Hát érdekes, hogy ezt át tudtuk kattintani, de ezt nem. Hát mindegy. Akkor nem tudom, hogy ide tudnánk-e folyót vágni. Valahogy. Oké. És akkor lehet, hogy abból is tudná. Igen. Jó, akkor ebből tudunk még vizes élőhelyet csinálni. Igen. Ez fölnyomja 85%-ra. Tehát most már van water lilies, az a hát vízi lilium, vízi, vagy tündérrózsa, lehet tündérrózsa, angolul nem tudom ezeknek a nevét. És akkor elvileg, hogyha még ide leteszünk egyet, nem mondod, 1% híja van. Damn. Máshova, hát. Most komolyan 1%-on fog múlni. Nem már. Mondjuk, ha ide vág. Hogy van? Igen, ha oda vágok folyót,
Akkor elvileg azt is beszámítja, nem? Megnézzük. Hát ez nem sikerült jól. Maradjunk annyiba. Igen, ezek a folyók fönt vannak, de a... shit. Nyolcvankilenc százalék. Hogy kéne úgy vágni, hogy jó legyen? Az a baj, hogy... Mondjuk... Ebből tudnék izét csinálni, nem? Vizes élőhelyet. Nem? De miért nem folyik arra a víz? Hogy kéne vágni, hogy az a víz folyjon? Vagy az a sehogy? Tegyék bele vízcsinálót. Mondjuk azt... azt tehetek. Oké. Jó, fura volt, hogy nem folyt a víz, de minden mostan folyik a víz. De hidropóniumot nem tudok rátenni. És 89%. Na, így 90. Ott is van. Ott is van. Ennyi. A to-do list ki van végezve. Na, jó, és akkor ugye... jöhet ez a recycling. Siló. Ami ugye eltünteti a épületeket. Na, és akkor ezt hogy lehet használni? Ah, tehát van ilyen away-je. Ennyi volt. Oké. Hát úgy kéne, hogy minél kevesebbet kelljen lerakni, nem? Oké. Jó, megvan a 10%, most kinyílt. Recycling drone. Travels along rivers to collect recycled material. Oké. Loading dock. Ja igen, ez meg a folyópartról szedi össze, és ez a... És akkor így teljesen eltűnik minden. Az olyan menő. És akkor mi volt a harmadik? Pound lock. Ja, ez meg ilyen... tehát ami így fölemeli, fölemeli a hajót a folyón. Nem tudom mi a neve. Pound lock. Zsilip, köszönöm. Igen, köszönöm szépen. Jó.
És csak folyón tud menni, vagy vetlenden is? Hát ez mondjuk mindjárt ki fog derülni. De lehet, hogy csak vetlenden. Nem, így jó is, így jó is. Mondjuk ezeket is kéne. Igen, azokat. Emberek lesznek a játékban? Hát ez egy jó kérdés. Na, próbáljunk meg eltüntetni mindent. Hát itt nem lesz egyszerű. Itt hogy jövök be hajóval? Na mindegy, csináljunk meg először, ami úgy egyszerűbbnek tűnik. Ide kell egy zsilip. What? Hát jó. Erről nem tudott arra menni. Lehet, hogy nem tud. Hát igen. Na mindegy. Arra nem tudott menni. Oké. Mert a zsilip is eltűnik. Nem tűnt el, de majd mindjárt. Oké, és jó, jöjjünk erre fölfele. Ezeket nem tudom, hogy fogom eltüntetni. Az a baj. De lehet, hogy folyót kellene építeni. Mondjuk a recyclert tudok lerakni. Vagy ezt a... Hát igen, recyclert. Csak akkor recycler ott marad. Ami lehet, hogy nem olyan nagy baj, persze. Na mindegy, nyomasszuk tovább. Nem kell messzire menni. Esetleg tudok, meg tudok próbálni olyat, hogy megpróbálom ezt a recycling silót valahogy a loading docknak a hatókörébe tenni. Hát valahova ide.
gondolkozom. Mert akkor letenném oda a recycling silót, a loading dockkal meg eltünteti a recycling silót. If this makes sense. Hát... ezt az egyet tudom eltüntetni így. Hát kettőt. Hát kettőt eltüntettem. És akkor eltünteti ezt is. Ezeken még agyaljunk egy kicsit. Jó. Hát ez sima. Ez rendben lesz. Igen, és akkor már csak azok vannak. Ja. Hát, vagy így a... recycling siló az a recycling silót eltünteti? Nem. Damn. Csináljak folyót. Jobb ötletem nincsen. Csak ez most tönkre teszi a talajt. Nem is tette annyira tönkre, mint gondoltam. Oké. Nem, hogy ez pont nem... Oh, Istenem. És kettőt nem tudok visszalépni. Ez az egy siló nem fél. Nem fog megtöltődni vízzel, esetleg. Na, mindjárt jó lesz. Szuper. Jó, itt a végén egy kicsit összemaszatoltuk a dolgot. Nem mintha úgy a többi része olyan precíz és tökéletes lenne, de... na mindegy. Oké. Na, 100%-os a recycling. Oké, és akkor most kéne egy ilyen Animal Observatory? Ah, tehát ez segíti, hogy ide költözzenek az állatok. Hát akkor... pak. Jó, reintroducing fauna. Jó, switching species. Oké. Oké, tehát három fajnak kell megfelelő élőhelyet találnunk. Scan. Nézzük meg ezt a részt. Igen.
Undiscovered. In range of green. What? Oh, wide open grasslands. De akkor ezt mondjad. Hát, wide open, tessék. Deer. Nagyon jó. 20 greenery ties. In range of greenery. Jó, és akkor mit csinálják vele? Ja, és akkor lesznek. Ha! A szarvas. Vagy őz. Na jó. Oké. Azt mondja, hogy small amphibian, tehát valami kis testű, kétéltű. Wetland. Near Fimbos Field. Olyanunk van. Mondjuk itt. Béka. Nagyon jó. Akkor most már van béka. Ott a béka, tessék. Reméljük nem fog összeveszni az őzzel. Jó, akkor békánk is van. Oké, egy nagy ragadozó. Erdő. Tehát van mékas és egy dombom van. Shit. Hát. Nope. Azt mondja, hogy forest oké. On a hill, at least 20 ties. Tehát dombomban. Mi a harmadik? Beehive. Ah, ez annyira nem sikerült, jó? Jó, tehát akkor... Tehát kéne erdő erre a dombra, ugye? Ó, ennek mi kell? Ó, igen. De hogy most akkor égessem le a dombot? Shit, ezt hogy kéne csinálni? Tehát egy dombra kéne. Lehet, hogy ide kéne fölhúzni. Na, mi kell neki? Azt mondja, hogy beehive, domb, erdő. Ugye az erdősz kéne rét, de az kéne beehive. What? Most ezt nem értem. De... Controlled burn. Hogy ilyet bárhova le tudok tenni? Az erdőhöz esi talaj kell. Igen, de az, hogy esi talaj legyen, az csak ilyet tudunk égetni, nem? Na várjatok. Nem. Target invalid.
Igen, csak ilyen rétet tud. Tehát virágos rétet. De hogyha nincs a dombon fa, amire rakok beehive-ot, hogy csinálok virágos rétet a dombra? Hát mondjuk így. Oké. És akkor most le kéne durrantani. Ez kell áram. Oké. Hát az ne... Az nem lesz 20 tile. Vagy igen? Biztos, hogy nem lesz. És most nincs szkennerünk se. Ó, ez rettenetes. Még lehet, hogy ide kellett volna. Tudok rakni beehive-ot. Meg az igaz. Na, szkennénk egyet. Na, még jó lesz, jó lesz. Csak egy beehive kéne. Oké. Micsoda? In range of forest. Hát de konkrétan erdőben van. Oké, beehive van. Bot? Ezt nem értem. Nem elég nagy neki az erdő. Próbáljuk meg újra. Ó, ott van. És a nagy barna maci. Oké. Szuper, szuper. Na, elpucoljuk innen az épületeket. És akkor van medvénk. Nagyon jó. Ketten jönnek le a hegyről. Az egyik futva, a másik medve. Ezt is elszedjük. Jó. Hát akkor az állatok megvannak. És akkor recycling kell már csak. Hát tessék. Gondolom, szerintem más nem kell. Oké. Ó, és akkor ennyi volt. És akkor ez az élőhelyünk. Hát van mindenféle, amúgy. És akkor itt megy el a űrhajónk. Tehát van wetland, nagy réteg, erdők, virágos réteg.
Hát igen, ezek open plain, mondjuk úgy ilyen füvességség. És akkor reclaimed. Rekultiváltuk a helyet. Ez egy appreciate. Ja, így végig tudjuk nézni. Oké. Érdekes. Na, ezt megcsináltuk. És akkor hogyan tovább? Hogy 60%. Ja, mert a sima open play-neket is, azokat is be kellett volna valahogy. Ja, nem, még vannak állatok. Ó, már csak hármat kellett, de 60 összesen. Azért majd még visszajövünk. Oké. És akkor ez a River Valley. Igen, ez a három állat még hiányzik. És ha rákattintok, akkor visszamegyünk oda, mert ez a River Valley. Generating map. Hogy generating. Újra kell kezdeni? Ó, oké. Jó, tehát nem az, hogy onnan folytatjuk. Jó, hát. Nem innen folytatjuk. Nem retry. World map. Igen. Jó. Oké, hát igen, ez 60%. Igen. Na, erre még pillancsunk rá. Oké, különböző élőhelyek. Van négyféle élőhely, hatféle állat. És Climate Thresholds, igen, az ami volt, azt itt megcsináltuk mindet. Így van, hát a három állatot, azt elnéztem, basszus. Na mindegy. Desolate Island, na nézzünk rá. Csak rápillantunk, mert most ezt már nem fogjuk ma megcsinálni. Na, trópusi. Oké. Igen, itt is írja a gólokat egyébként. Tehát itt, figyelmetlen voltam. Oké, tehát meg kell tisztítani az óceánt. Ennyi, csak annyi, hogy meg kell tisztítani az óceánt. Növényeket vissza. Oké. Na. Ah, és akkor igen, ilyen trópusi, ilyen vizes élőhely. Aha, és akkor itt már majd a hőmérséklettel is tudunk játszani, páratartalom. Oké. Target greenery. Jó, és akkor gondolom ugyanúgy kell kezdeni. Igen. És akkor itt pedig a felhőgyár, meg egyéb dolgok. Jó. Na, viszont itt ma megállunk, mert próbálom úgy egységbe tartani a dolgot, hogy egy pálya, egy stream. Folytatjuk majd mindenképpen.
azt még most nem tudom pontosan megmondani, hogy mikor, de folytatjuk mindenképp, mert tetszik a játék alapvetően. Tényleg ötletes, meg jó, nem azt mondom, mert nyilván a valósághoz nem sok köze van, de alapvetően tényleg ötletes, meg jó, jó játék. Na, úgyhogy akkor itt most megállunk. Heti menetrendet illetően nagyjából már látszik. Holnap folytatjuk a Dark Souls-t. Kedden sok-sok kérdőjel van. Még most az kérdőjeles, mert valamit be kell fejeznem így munkahelyen szerdára, és hát ha kicsit elhúzódik, akkor akkor nem lesz stream. Ha sikerül időbe befejeznem, akkor pedig a Terranillel fogunk játszani. Ez a keddi nap, Discordon majd írom, hogy mi van. A hétvége, hát beírtam Ceruzával szombatot és vasárnapot is, de valószínű csak, tehát nem kizárt, hogy csak az egyik este lesz, hát majd meglátjuk persze, hogy sikerül. Lehet, hogy szombaton nem lesz most stream, de nem tudom. Az a helyzet, hogy ugye szombat földnapja, és lesz egy csomó program itt Londonban, amit majd meg akarok nézni, úgyhogy hát meglátjuk. Látjátok is, hogy az egyik az kérdőjeles. Discordon erről is majd fogok szólani. Ami tuti, az a holnap este, folytatjuk a Dark Souls-t. Na, addig is én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ezt a játékot mindenképp fogjuk folytatni, legyen további kellemes estétek, találkozzunk holnap is. Sziasztok!